Az, hogy milyen mértékű a fagyás ebből a csokorból, ezt egyelőre nem tudjuk. Nagy valószínűséggel ez lehullik. De... Április 22-én a hideg éjszaka után egy nappal mutatta Ványi Gábor, hogy lefagyott a cseresznyevirág. Nem csak ezt, hanem az almát, a medgyet és más gyümölcsfákat is tönkretett a hideg. A megyei agrárkamara elkészítette az összesítést, ebből kiderül, hogy 2341 gazda jelzett kárt. A Nagykállai járás és a Nyírbátori járásban voltak mínusz 4 és mínusz 6 és fél fokok. Itt keletkeztek a nagyobb mértékű károk, és akkor a három település, vagy három járásból nem jeleztek abban a két napban, abban a járásokban később is, ez Csenger, Máté, Szalka és Félgyarmat környéke. Később már jelentkeztek ott is ilyen foltszerűen, de kevés mennyiségben is kevés károsodott gyümölcs van. A többi járásokban meg elmondható, hogy járáson belül is egy-egy részen volt valamilyen mértékű, kisebb mértékű, más településeken meg abszolút nem járáson belül is. Készült egy országos összesítés arról, hogy melyek azok a települések, ahol gyakran van fagykár. A rangsor elején 73 településsel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll. Második Vas 53, harmadik pedig Bács-Kiskun megye 39 településsel. Attól, hogy bejelentették a fagykárt a gazdák, még nem jutnak automatikusan pénzhez. Nagyon fontos két dátumra szeretném felhívni a fagykárt szenvedett termelők figyelmét. Az egyik, hogy szeptember 15, tehát 2016. szeptember 15-ig a hozzájárulásukat be kell fizetniük az alapba. És ami nagyon lényeges, hogy november 30-áig, 2016. november 30-áig az MVH-hoz a kifizetési kérelmi igényüket is be kell nyújtaniuk. Mind a két dátum jogvesztő hatályú. Sajnos tavaly több termelő kicsúszott a bejelentési kötelezettségből. A megyében vannak olyan termőterületek, amelyeken szinte minden évben van fagykár. A kamara elnöke szerint ezeknek a gazdáknak el kellene gondolkozni azon, hogy ott nem gyümölcsfákat telepítenek. A termőhelyi adottságokat valóban vizsgálni kellene, és vizsgálják is, és ahol mondjuk 5 évben valóban 3 évben elfagy, az a mi javaslatunk is, a kamara állásfoglalása is, hogy azért, ha valakit telepíteni akar, akkor ne ott bővítse már, ahol lássa, hogy minden évben ez előfordulhat, hanem cserébe vagy termőhely vásárlással költözön el arról a környékről. Aki nem tud költözni és a fagy miatt pénzügyi nehézségei vannak, támogatott hitelhez is hozzájuthat. Ebben egyrészt nincs járulékos költség, másrészt, ha 10 hónap múlva egy összegben visszafizeti, akkor kamatot sem számol fel az egyik hazai állami pénzintézet.